Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő terve. A második kérdés, hogy érzi magát. A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. A válasz itt látható, a 10-es szám. Jelent egy új irányt, egy új kezdetet, de nem rövid tervekről van szó, hanem hosszabb tervekről. Tehát itt indul egy új irány, lesz egy új kezdet, egy új periódus kezdődik az életetekben. A képen látható a vidámság, és érezhetőek az érzelmek, a szeretet, a szerelem, a család, a felszabadulás érzete, és itt a kelyhek utalnak a víz elemére. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Tehát a párkapcsolatot, a családot illetően lesz itt egy új irány, egy új periódus kezdődik kettőtök között. Ez az ő gondolata, ez az ő terve. A második kérdés pedig az, hogyan érzi magát. Itt is a kelyhek láthatóak, tehát érzelmekről van szó. Most nem ő áll itt a középpontban, hanem te. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. Ő bizakodik abban, hogy itt szerencse lesz, vidámság, egy új kezdet, de nálad a 9-es szám van itt, és ezek a korlátozások olyan, mint egy kerítés, hogy elérkezel ehhez a kerítéshez, és nem tudod, hogy mi van a kerítés mögött, nem tudod, hogyan tovább, és mi a feladat, át kell mászni ezen a kerítésen. És akkor indul a 10-es szám, egy új irány. De mit jelent ez a fogalom, át kell mászni ezen? Konkrétan tedd át magadat a félelmeken és a bizonytalanságokon. Tulajdonképpen itt az ő érzelmeiről van szó, de én úgy gondolom, hogy nála már nincsenek ezek a félelmek, hiszen tervezi veled a jövőt, hanem ez a kártya azt jelenti, hogy ő így lát téged. Ezt érzi belülről, hogy te még bizonytalan vagy, mert nem tudod hogyan tovább. A harmadik kérdés az volt, hogy mit fog tenni. Azt itt látható. Az 5-ös szám jelenti a külső befolyásokat. Ez nem jó, hiszen látható a képen, hogy vannak támadások, viták, veszekedések, nézeteltérések. Ez nem kettőtök között van így, hiszen itt láthatóak a kelyhek, és azok utalnak a szerelemre, a szeretetre, az érzelmekre. Itt nincsenek félreértések, hanem vagy te vagy ebben a bonyolult helyzetben, és ő segíteni akar neked, vagy nála van ez a helyzet, hogy valaki támadja őt. Nála vannak viták, veszekedések, kihívások, és ha találkoztok, ha közeledik hozzád, akkor beszámol erről, nyíltan elmondja, hogy milyen problémák, milyen küzdelmek vannak nála. És itt látható az, hogy mi fűz össze benneteket. Itt látható a mozgás. Ő fogja irányítani az eseményeket. De te ott vagy mellette, tehát lesz közeledés, lesznek közös tervek. Lezárjátok a múltat. Itt lesz változás, látható egy új irány, de még nem látható az, hogy hova érkeztek. Nála vannak itt tervek, elképzelések. Viszont te nem látod még ezt a célt, nem tudod konkrétan azt,
hogy mi fog következni. Ezért vannak ezek a korlátozások, ezért jelenik meg ez a kerítés, tedd át magad. Ezen bíz abban, hogy ő irányítja a dolgokat, rendezni fog minden, és majd beszámol arról, hogy hova fogtok odaérkezni, mik a tervek. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Köszönöm a figyelmeteket, és kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!